Szevasztok, én Zárkrisz vagyok, és nyertem egy vízilovat. Még annó december vége fele, január eleje fele feltöltöttem egy videót, hogy megvettük az iPhone 7 Plus-omat. Amióta kiraktam azt a videót, rengeteg, de rengeteg kérdést kaptam, akár kommentben, akár privát üzenetben, bárhol. És még a videóban is említettem, hogyha szeretnétek még pontosabb részlet bemutatót a telefonról, azt jelezzétek. És elég sokan jeleztek, szóval itt is lennénk egy videóval. Na, kezdjük! Na szóval itt is lennénk az iPhone-nal, ami nekem nagyon-nagyon tetszik az új iPhone-okon, az a kinézés, nekem éppen a matt fekete van. Az új iPhone-nál viszont annyi a különbség, hogyha lenyomod a gombot, akkor konkrétan le se nyomod a gombot, csak egy ilyen kis rezgés érzékelő van benne, és olyan érzés vál ki benne, mintha lenyomnál a gombot, miközben be sem megy, meg semmi. Látok, így mutatom, nem megy be a gomb, meg semmi. Csak olyan, mint hogyha nyomnád. Főgomb erősségeit meg még szabályozni is lehet a beállításokon belül, az általánoson belül, a főgombon belül. Van az 1-es, az ilyen kis gyenge, nekem arra van állítva, a 2-es, az olyan közepes, a 3-as, meg olyan, mint a konkrétan lenyomnád a telefon tövéig, miközben még mindig csak be se nyomod, csak rezek. Na de ja, nagyjából ennyit a főgombról. A második idézőjelesen újdonság az ugye, hogy eltűnt a Jack to Go. Ne tudjátok meg, hogy erről mennyi cikket, mennyi mindent olvastam, hogy kell venni majd ilyen 200 dollárokért izé, fülhallgatót, meg nem lehet nagy zenét hallgatni, meg minden. Ez egy nagy baromság. Lényegében három dologból áll az egész. Fogod a Jack dugót, rárakod az átalakítót, amit egyébként alapból kaptál a telefonodhoz, ha megvetted, és ezt beteszed a telefonba. Ennyiből áll az egész. Szerintem ez nem egy annyira lehetetlen küldetés, de hát ki minek gondolja. Olyat is olvastam, hogy elvileg sokkal, de sokkal hangosabb is lett az iPhone 7 Plus, mert ugye itt is vannak hangszórói. Itt is van egy hangszórója. Hát igazából így fejhallgató nélkül alapból nem nagyon szoktam hallgatni zenét. De tényleg elég hangos egyébként. Természetesen ez a videó nem jön át, de egyébként tényleg eléggé hangos. De szerintem fejhallgatóval még mindig ezerszer jobb. De ez az én véleményem. Egy újabb újdonság, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Ez kérlek szépen a dupla kamera. Nagyon sokan szokták kérdezni, hogy mire jó a dupla kamera, hogy miért van kettő kamera, az mivel jobb, mint az egy, stb. Ennek is utána néztem, az egyik kamera az a fekete-fehér képeket csinálja, a másik kamera az a színes képeket csinálja, és amint lenyomtad a képet, így egybe megy a fekete feje meg a színes kép, és így kettő képből összeállít egyet, aminek ultra szép minősége lesz. Ezt így hiába mondom, inkább bizonyítsuk be. Mondjuk csináljunk egy képet erről a parfümről, így oda megyek hozzá szépen, megfordítom így szépen, ráfókuszálok. És hát elég gyönyörű képeket lehet vele lőni, de bevágom a videóba is természetesen. Szerintem konkrétan ennek a telefonnak ezerszer jobb a minősége, mint a kamera, amit fogok a kezembe. Lehet lassan nekiállok ezzel itt videózni. Viszont amit a legtöbben kérdeztek komment szekcióba, akár privát üzenetben, vagy bárhol, amit még sosem mertem kipróbálni, hogy ez a telefon tényleg vízálló-e. Na ezt most szépen megvizsgáljuk. Na srácok, itt vagyok a fürdőszobában, itt van velem a telefon. Őszintén bevallva tényleg nagyon-nagyon-nagyon félek, mert még soha nem próbáltam ki. És ha ez itt most elromlik, én nem tudom, mit fogok csinálni, gyerekek, de nem tudom, milyen vizet engedjek, mondjuk engedek hideget. Adjuk be. Szépen alaposan körbe mossuk, menjen a kamerára is, mindenhova. Így, mi? Szépen mossuk, még mossuk. És most vegyük ki. Na srácok, úgy néz ki, hogy nagyon semmi baja nem lett, a képernyő is működik, minden, home gomb is megy, sok változás nem nagyon tűnt fel. Ha esetleg iPhone 7-etek van, vagy iPhone 7 Plus, bátran kijelenthetem, hogy ez a telefon vízálló. És hát köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, mindenképpen dobjatok egy lájkot. Ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ha van bármilyen ötletetek a következő videóhoz, azt nyugodtan írjátok le a komment szekcióba. Én Zárkrisz voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!